Ugyebár az ember rengeteg cosplayes rendezvényen részt vesz évente, és viszont soha nem tudjuk, hogy belülről az emberek mit is éreznek, vagy mit is gondolnak egy ilyen kis összejövetelről. És most erről is kérdeztem meg a Fantasy Expo résztvevőit, hogy ők hogy érzik magukat, és mit gondolnak az egészről 5 kérdésben. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Nekovi vagyok, a mellettem álló remek cosplayer pedig nem más, mint... Isatrina, hi! Reina, és így is találtok meg Instán. Rein volt szó? Nyuszi fő cosplay, sziasztok! Tejci! Lányzsa! Mit jelent számodra a cosplay, és kit cosplayezel ma? Ma a Genshin Impact játékból Shao-t cosplayezem, aki a mainem amúgy. Nagyon jó játék, de óvatosan játszotok. A cosplay nekem önkifejezés jelent igazából. Kedvenc karakterimet szinte mindig megcsinálom. Számomra a cosplay nem csak egy hobbi, hanem maga az önmagam megtalálása is, és ma Genshin Impactből vagyok Ganyu. Én ma Rizusant cosplayezem a Tokyo Ghoulból, és nekem a cosplayezés az igazából egy olyan, mint egy másik világba átkerülnék. Nagyon sok karaktert cosplayeztem már, és még elég sokat tervezek. És tényleg teljesen át tudom érezni. Én Bird cosplayezem a Genshin Impactből, illetve a cosplay az mit jelent nekem? Hűha, hát sok mindent. Barátokat, kikapcsolódást, kreativitást, igazából minden, ami jó. Érthető. Ma Borutóból vagyok, Mitsuki, és számomra a cosplayzés ez egy hobbi, amit hát a barátaimért is csinálok részben. Lanjant. Miért döntöttél úgy, hogy kijössz ma erre a rendezvényre? Bevallom őszintén, eredetileg nem volt terben. Főleg a Mondokonra jártam korábban, viszont sok jót hallottam a Fantasy Expo-ról is. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy megpróbálom, hogy legalább mindenképpen találkozzak pár cosplayerrel. Hát a vírus miatt nem igazán voltam Konokon, és ez már nagyon-nagyon hiányzott a lelkemnek, és kellett már. Igazából egy ideje nem igazán jártam nagyon a Szigetre, mert ugye voltak a Mondokon pótlók, amik hát nem egészen voltak az igaziak. Igen. És ez ugye a Mondokon után nem annyira nagy durranás, de azért mégis jól esik egy kicsit itten. A barátaimmal beszéltük, hogy még nem voltunk egyszer se Fantasy Expon, és ezt is ki akartuk próbálni, de eddig nagyon jó tapasztalataim vannak, sokkal hát kisebb a rendezvény, de mi a sokkal barátságosabbnak és családiasabbnak érzem, szóval biztos, hogy ki fogunk látogatni többször is ezután. Ismét a barátaim azok állnak, hogy és hogy jól érezzem magam természetesen. Beink. Így mit jelent számodra a Fantasy Expo, ha szereted, miért szereted, mit gondolsz róla? Bevallom, nem számítottam rá, hogy ilyen jó lesz, bár alig volt időnk körülnézni, annyi minden, annyi emberrel találkoztunk, annyi mindent csináltunk, nagyon jó programok vannak, nagyon sokat beletettek a szervezők, aminek nagyon örülök. Tényleg tök interaktív, meg persze hát a kaják is nagyon jók, meg a merchandise is. Azért szeretem ennyire, mivel hogy kicsit tágabb a téma, mint például egy Mondokonon, ahol ugye az anime és a játék a főszerepben, itt azért többféle játék, és fantasy, mondjuk sorozatok, filmek is helyt állnak, és emiatt úgy nagyon sokkal, úgy szélesebb a kör. Nekem igazából egy mini Mondokon, kb. Ugyanolyan kaliberű, mármint én ugyanúgy érzem, hogy olyan, mint a Mondokon, csak itt nincs akkora tömeg. Hát ez alapján, a nap alapján nagyon szeretem, nagyon sok barátom jött ki, tényleg csak így megyek, és 5 méterenként találkozok egy ismerős arccal, beszélgetünk, képet csinálunk. Szóval tényleg egy ilyen nagy családnak érzem most. Hát ismét csak az élmény, a feeling ennek is megvan, mint minden másnak, például a Mondokonnak, vagy akár a Szigeten egy összeülésnek, meg ugye az árusok és az anime cuccok. Van beink és uborka. Így a kedvenc részed a rendezvényben? Azt mondanám, hogy egyrészt a specifikus Genshin-es bingo, ha már abban vagyok itt. Másrészt viszont az, hogy részt vehettünk ezen a Genshin-es bemutatón teljesen kezdőkként, gyakorlatilag teljes idegenekként a rendezvénynek, de mindenki jól érezte magát. Én meg kifejezetten tényleg, úgyhogy. Az, hogy bevonják az embereket az egészbe, akár a teljesen kezdőket is, azt tetszett a legjobban. Hát, ez egy nehéz kérdés, mert igazából az egész nagyon kedvencem, viszont most nekem nagyon új volt a cosplay versenyzés, és talán ezt emelném ki, hogy az élmény és a többi
ez most teljesen új volt. Nekem igazából a cosplay versenyek. Nagyon, nem is tudom igazából, nekem olyan hihetetlen, ahogy kimernek állni a színpadra, és mernek beszélni, és előmerik adni magukat. Az olyan önbizalmat ad nekem is. Most ültünk be barátnőimmel a fétes előadásra. Beültünk első sor középre. Én bevallom, még semmit nem láttam a fét világból, semmilyen rész, semmilyen játékot, és csak barátnőim mondták, hogy de, el kell kezdenem. Az egy jó élmény volt, illetve hát a cosplay verseny, főleg, hogy a konferálás is nagyon vicces volt, barátságos volt, olyan értelemben interaktív volt, hogy így beszélgettek a közönséggel. Szóval tényleg érződik ez az ilyen szorosabb kötelék így az emberek között, akik jönnek. Meg fogtok lepődni ismét a barátaim. És az élmények, a hangulat. Megettem egy uborkát. Van még valami apróság, amit esetleg ki tudnál így emelni a mai nappal kapcsolatban? Ez egy nagyon jó kérdés. Talán az, hogy mennyire közvetlenek és kedvesek a szervezők. Tényleg nagyon sokat jelent számomra. Talán az, hogy egy kicsit családiasabb a hangulat, és ezáltal úgy kényelmesebben érzem magam, mint egy óriási mondokonon vagy komikkonon. Igen, egyébként ez teljesen érthető. Nagyon sokan egyébként ezt emelik ki. Többek között én is egyébként ezért szeretem, mert sokkal nyugodtabban lehet lenni, és élvezetesebb is sokszor emiatt. Mindent. Eddig csak jó dolgokat tapasztaltam, így tényleg nem tudok. Kedvenc árusaim vannak kint, szóval nem tudnék egyet választani, bocsi. Persze, a cosplay verseny, mi nagyon tetszik, hogy megnézni, hogy az emberek mit alkotnak, saját kezülök, vagy akár amit rendeltek. Profinak születni kell. Lancsán voltam, köszönöm. Úgy néz ki, hogy azért mindenki remekül érezte magát ezen a programon. Ebből is látszik, milyen jó kis környezet vagyunk. Családias, szeretetteljes, jók a programok. Úgyhogy remélem, hogy legközelebb ti is ellátogattok majd, mert mint ahogy látjátok, ez egy remek kis hely.